Mégsem lesz Új-Zéland a világ első dohányfüstmentes országa. A Szigetországban a világon elsőként fokozatosan megtiltották volna a 2009. január 1-je után született embereknek, hogy cigarettát vásároljanak, ám az új konzervatív kormány nemrég bejelentette, visszavonják a világ elsőnek számító dohányzás ellenes jogszabályt azért, hogy a dohánytermékek árusításából származó adóbevételekből finanszírozzák a középosztálynak és magas fizetésből élőknek ígért adócsökkentést. Új-Zéland 2021-ben jelentette be, hogy a dohányvásárlás fokozatos betiltására készülnek, hogy füstmentessé tegyék az országot, és 2022. decemberében a parlament el is fogadta a törvényt, ami jövő nyáron lépett volna életbe. A jogszabály emellett bevezette volna a dohányboltokat 6000-ről 600-ra csökkentve a cigaretta árusító helyek számát. Én ugye nem lehet azzal vádolni, hogy én a dohányzásnak a híve lennék. Egy rettenetes civilizációs ártalomnak gondolom a dohányzást. Ugyanakkor nem tartom rendjénvalónak azt, ahogyan, amit most már az államok megcéloznak kvázi a dohány áruk betiltását. Itt megint az van, hogy egy szabadságjogot csavarnak ki az emberek kezéből. Az embernek igenis joga van ahhoz, hogy dohányozzon. Én egy olyan országban szeretnék nem dohányozni, ahol azért nem dohányzom, mert nem akarok dohányozni, és nem azért, mert ha dohányoznék, akkor elvinne a rendőr. Most még itt Új-Zélandon nem erről volt szó, hogy még betiltják, de tudod, a dohányáru folyamatos kiszorítása végül nem fog máshogy végződni, mint az illegalitásba szorításával. De hát pontosan ezt csinálták, hogy egyre följebb vitték azt a korhatárt, amiben vehetsz dohányterméket, míg nem a 2009 vagy azután születettek, már nem kaphatnának, és ők jelenleg még csak 14 évesek, de arról hoztak döntést, hogy amikor ezt így beiktatják, vagy jogerőre emelkedik, akkor mit tudom én, aki 2028-ban már, vagy 27-ben már 18 éves, és bemegy egy ilyen dohányboltba, az már nem kap. Ez cigit. Nagyon nincs rendben. Ez nagyon nincsen. De az nagyon... rendben, vagy nincsen rendben, csak itt az a néhány koalíciós párt, akire szükség volt ahhoz, hogy itt kormányt alakítsanak, azok nem a te szabadságharcod mentén verekedték ki azt, hogy elmaradjon ez az intézkedés. Nem arról van szó, hogy ők ugyanezt mondták, hogy már pedig mindenkinek legyen jó. Ha az van, hogy tudod, a my body, my choice, akkor legyen ez így a dohányzással, az alkohollal és mindennel, hogyha a saját testemről van szó, és akkor itt az összes többinél, ami nem az abortusz, tényleg a saját testedről van csak mondjuk szó, hadd tegye, amit akar, hanem arról van szó, hogy kellett a 6%-os kispárt is ahhoz, hogy ez a koalíció működjön, és azok viszont, meg egy másik kispárt ragaszkodtak bizonyos elemekhez, amit viszont, ha betesznek, akkor ennek ki kell esni, mert finanszírozni kell. Ők megígérték a gazdagoknak, hogy kevesebbet kell majd adót fizetni, ezért kerül ki a programból a dohányzásnak a nem is betiltása, hanem nem engedélyezése. Nem arról az, hogy bárkitől, aki eddig csinálta, elvennék, amit csinálni szeret, hanem hogy a következőnek, ez a legészszerűbb kivezetése akkor bárminek. Akkor is kivezetnek egy emberi jogot. Egy emberi és polgári jogot, ne a dohányzást. Ne idegesíts a dohányzást, tehát ne legyen már minden emberi és polgári jog. Nem minden, csak hogy mit viszel be a saját testedbe. Jó, de... Hadd legyen már emberi és polgári jog, ne haragudjál. De szóval most úgy csinálunk, mintha... Minden. Ne legyen már minden jog. 1779-ben, ez így külön, vagy 89-ben külön le lett volna írva, és amúgy... De nem, a jognak, a jog attól még jog, hogy nincsen leírva. Úgy van leírva a jog, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. A dohányzással nem ártok másnak. Hogyha nem fújom az arcodba a füstöt, hanem én azon a helyen olyan körülmény között dohányzok, hogy az senkit passzív módon nem mérgez, azzal én senkinek nem ártok. Tök mindegy, hogy mi van leírva, ha sehova nem volt leírva, akkor is egy jog, a jog a természettől ered, vagy mások szerint meg az Istentől ered, de nem a törvényalkotótól ered, a törvényalkotó csak lehívja a felhőből, és kodifikálja. Itt most hozok egy példát, egy másik példát. Én aztán szintén nem vagyok azzal gyanúsítható, hogy én Hamas-párti lennék. Vagy hogy én a palesztin-izraeli konfliktusban bármilyen értelemben is a palesztinok oldalán állnék, de amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy itt nem lesz Hamas-párti tüntetés, így kijelenti, tudod, a király. Itt ilyen Wirtschaft nem lesz. És ezt minden hatóság tudja, hallja, és amikor
kérvényezel egy ilyen tüntetésre vonatkozó területfoglalást, akkor azt visszautasítják, mondván, hogy a király rendelkezett, hogy itt ilyen nem lesz. Na most itt megint ugyanerről van szó. Én nem vagyok Hamas-párti, én nem vennék nagyon részt egy ilyen. Nagyon sok tüntető sem Hamas-párti, nem vennék részt egy ilyen tüntetésen. Nem vennék részt egy ilyen tüntetésen. Oké, akkor hívjuk így, hogy palesztin-párti. Hívjuk így. Én nem vagyok palesztin párti, nem vennék részt szívesen egy ilyen tüntetésen, de az nagyon nincs rendben, hogy Magyarországon a király rendelkezik, és azt mondja, hogy egy jog, ami szintén jog, joga, ez jog. Tüntetni egy politikai álláspont mellett, pont úgy, mint a dohányzás. De nem pont úgy, mert ez explicit, ez pont megfogalmazva. Pont úgy, mint a dohányzás. Jog. Ez pont így pont is van úgy, leírva. Pont nem úgy, nem kell, hogy le legyen írva ahhoz, hogy jogod legyen hozzá. Hogyha nincs tiltva, ha nincs leírva a tilalma, akkor ahhoz jogod van. Így néz ki a dolog. Mindent szabad, ami másnak nem árt. Ez egy jogelv. Ez a polgári társadalmak alapvetése. Ennélkül nincs polgári társadalom. Szóval, hogy az van, hogy a Hamas mellett tüntetni, hagyjuk a palesztin vagy Hamas, a Hamas mellett tüntetni is emberi és polgári jog. Akár és nincs rendben, is, és nincs rendben, hogy itt Orbán Viktor pusztán azért, mert örökös kétharmada van, így kijelenti, így tudod, mint az ország felett rendelkező gazda, hogy itt ilyen nem lesz. Nem oké. Nem oké akkor sem, ha nem értek egyet nem egy ilyen tüntetéssel. Nagy-Britanniában sem. Tehát ebben speciál, nem annyira külön utas. Szerintem probléma, hogy ennyien tüntetnek a Hamas mellett Európa szerte. De nem az a probléma, hogy ezeknek a tüntetéseknek engedélyt ad a hatóság, hanem hogy ennyi híve van a Hamasnak Európában. Jó, tüneti kezelés. De egyébként visszatérve az eredeti híre, azért az egy érdekes, hogy van ez a koalíciós matek, amiben ott szerepel valószínűleg az egészség, az új-zélandiak egészségének a védelme, meg ott szerepel a matek többi összetevője, X-ek, Y-ok, amiből az, a végeredmény az lett, hogy az adó bevétel miatt mégiscsak maradjon ez a mostani modell, tehát lehessen vásárolni cigit. Egyébként nem tudom, hogy lehetett volna megvalósítani a gyakorlatban, tehát hogy ott élő külföldiek, vagy csak odaérkező turisták, és a többi, hogy ki milyen engedélye vehetett volna, miközben helyiek már nem, és akkor elkezdődött volna egy ilyen dohány turizmus országon belül, hogy menjél be, vedd meg helyettem, és a többi hülyeség az egész, aki akar, az úgy is ki fogja próbálni, aki akar, úgy is fog cigizni. Egyébként az adóbevétel szempontjából engedjünk valamit, amit amúgy nem akarunk, ebben a szempontból már léptek nagyobbat is. Most legutóbb, amiről én hallottam, az egy pár éve történt, New York meghozta azt a lépést, hogy marihuána, illetve marihuána származékokat lehet kapni a városban, és még hozzá két dolog miatt, egyrészt a COVID miatt felszabadult üzlethelyiségek, rengeteg üzlethelyiség felszabadult, és hogy valami, ez milyen jó lenne feltölteni, másrészt pedig az adó. Másrészt az adó. Tehát mind a kettő végül is ugyanaz, tehát bevétel a városnak. De az adót azt 40 éve szajkozzák neki a pro aktivisták. Igen, de hogyha nem lett volna a COVID, akkor ez most nem lenne most egy háztömbön belül három ilyen dispenser shop. Úgyhogy ez itt inkább csak az a kérdés szerintem, hogy oké, hogy miért a ciginél van akkor itt Új-Zélandon is meghúzva a határ. Tehát miért, ahogy mondod, beviszed a szervezetedbe, más nem bántasz vele, akkor én nem mehetnénk tovább. Jó, de ezt is kiszolgálja egy komplett iparág. Tehát, hogy itt is különbséget lehet tenni az ipari méretű kereskedelem és a dekriminalizáció között. Tehát, hogyha ő kiszárít pár levelet, vagy a családjának van otthon, növeszti, akár, de a rendes cigiről beszélek most, és megtekeri, vagy akármit megteker és elszív, akkor nehogy aztán ott ezért valaki őt vegzálja. De várjál. De hogy hirdetjük, azt, hogy a filmekben, szerepekben ezt hozzárendeljük valamilyen értékhez, hogy menővé tesszük, hogy Marlboro Man, meg ráadásul Új-Zéland Marlboro Man. A hirdetés az más. A hirdetést azt kontrollálhatja a hatóság, és ahhoz igenis köze van, és ahhoz igenis köze van az államnak, hogy mi kerül fel az óriás plakátra, meg mit hirdetnek. Na de, mióta de az viszont közben, nem, az, ahhoz viszont meg olyat viszont meg nem tehet a hatóság, hogy valami legális,
valaminek a fogyasztása legális, valamihez való hozzáférés legális, és ő megtiltja a kapitalizmusnak, hogy azt előállítsa. És megtiltja a forgalmát, és megtiltja, hogy abból azzal kereskedjenek. Milyen alapon tiltja meg? De Robi, visszavonnak olyan gyógyszereket, aminek a mellékhatás profilja túl súlyos, amiben gyakorlatilag többet árt, mint használ. Ezeket gyógyszerekkel megteszik, akkor azokkal kapcsolatban is úgy vagy, hogy ha már egyszer piacra került, akkor már ne vonják vissza. Érted? De én nem azt az embert ne büntessék meg, aki rágyújt. De annak nem. Arra való törekvés, hogy egyre nehezebb szerintem, legyen hozzájutni, és hogy egy következő generáció az tök máshogy tekintsen rá, szerintem helyes. De ezt meg lehet. Vagy akkor ezt meg lehet mindent lehessen. De ez, egy kommunikációs kihívás. De betiltani a forgalmazását valaminek, amihez amúgy hozzájuthatsz, amikor tudod, a marihuána forgalmazásához most már olyan liberalizáció tartozik az Egyesült Államokban, hogy mindenféle formában, nyalókában, üdítőben, sütiben, gumicukorban, mindenféle formában beviheted, sőt a marihuána fogyasztásnak kezd kialakulni egy teljesen új típusú kultúrája, abban az értelemben, hogy a legfiatalabb nemzedékek már nem füves cigit szívnak, már nem hasis pipából füstölnek, hanem gumicukrot esznek. Tudod, egy teljesen újfajta kultúrája kezd kialakulni a marihuána fogyasztásnak, és egy teljes üzletág ráépül, és akkor a dohányzáshoz tartozó jogot, azt meg gyakorold úgy, hogy ha akarsz, akkor otthon dohánylevelet növesszél, és azt szárítsad ki, és akkor azt csavarjad be magadnak, és azt meg megtiltani a kapitalizmusnak. Azért könyörgöm, az emberek felnőttek. Felnőtt módra kell velük bánni. Akkor is, ha nem azok, mert úgy válnak felnőtté, ha felnőtt módra bánunk velük. Ha az lett volna a hozzáállásunk például az autóhoz, hogy persze, ha otthon összeraksz magadnak egy autót, ha képes vagy arra, hogy összerakjál, összehegesszél magadnak egy autót, ott, érted? Fönt vannak tutoriál videók az interneten, megnézheted a YouTube-on, hogy hogy kell autót összehegesszelni. Meg a dinamittel, meg az a csőbombával autóval, de az autó is egy gyilkos eszköz. Emberek tömegét gyilkolja meg nap mint nap, ebben a percben is történik éppen egy autóbaleset valahol. Ezek az autók, ezekkel gyilkolják egymást az emberek az utakon. Ez életveszélyes. Úgyhogy az autónak a forgalmazását meg a kereskedelmét tiltsuk is be, és aki otthon összerak magának egy autót, azzal fulikázhat, az legfeljebb 40-nel de fog ez, menni, és sokkal biztonságosabb lesz van, az Robi, élet. Pontosan ez de történt, nem. Csak nem az összerakás, hanem az autóvezetés van egy képzéshez és egy ellenőrzéshez kötve. De azáltal, már megtörtént. De azáltal, váltunk felnőtté az autóvezetéshez, hogy engedélyt kaptunk rá, és hogy a kapitalizmusnak meg lett engedve az autógyártás. Hogyha a kapitalizmusnak nem lett volna megengedve az autógyártás, és persze mindenki, amit otthon összebuherál, azt vezethetné, máig gyerekek lennénk, akikre nem lehet rábízni egy óriás vasat, amivel egymást gázoljuk el az utakon. Szerintem illúzió, hogy felnőttek vagyunk, de akkor vigyük át ezt a példát. Ha egy nap felnőtté válunk, akkor úgy válunk, olyan módon válunk felnőtté. Te tudsz autót vezetni. Különös módon rád lehet bízni egy óriás vasat, és nem ütsz el bele embereket. Miért? Mert lehetővé lett téve a te számodra, hogy autót vezess. Nem az a hozzáállás, hogy... Nagyon jól van kitalálva. Nem megnehezítve lett neked az autóvezetés. Nem az volt a hozzáállás, ami a cigarettához, hogy szigeteljük el a horvát Oszkárt az autótól, lehetőleg ne férjen hozzá, és akkor biztos, nagyobb lesz a biztonság az utakon. Hogy az lett volna a következő kérdésem, és mi van, ha ezt az attitűdöt átvisszük a dohányzásra, és azt mondjuk, hogy egy képzés elvégzése után dohányozhatsz. Tehát, hogy kapsz egy jogosítványt, és akkor ugyanott vagyunk, mint az autóvezetésnél, hogy nem tiltottuk be, de azt kezdhet el cigizni, akárhány éves is, és még sose cigizett, mert aki eddig már cigizett, az cigizzen tovább. Tudod, ne nyúljunk bele, ne vegyünk el dolgokat. De az, hogy nem adunk még egy opciót arra, és utána meg ugyanez az ember tüdőrákban vergődve, akkor meg azért kell. De ugyanúgy elveszünk jogot, ez egy illúzió. Az, hogy egy konkrét embertől nem veszel el jogot, hanem egy fiatalon felnővő embernek nem adsz oda jogot. Én értem a logikáját a dolognak, hogy nem veszel el élő húsvér embertől jogot, aki korábban dohányozhatott. De hogyha ezt egy populációra vonatkoztatjuk,
30 éve az volt a helyzet. De pont, hogy 30 éve az volt a, 30 éve az volt a helyzet, hogy a populációnak szabad volt dohányoznia, 30 év múlva meg az lesz a helyzet, hogy a populációnak nem szabad dohányoznia. Tehát elvettek egy jogot. Elvettek egy jogot. De konkrét emberek tömege. Elvettek egy jogot a populációtól. Érted? Ez egy tök jó kísérlet lett volna, hogyha mégis átmegy Új-Zélandon, hogyha megvalósítják, mert akkor láthattuk volna, hogy mi történik tényleg azokkal a fiatalokkal, akik nem, úgy nőnek fel, hogy nem tudnak hozzájutni a szigethez, sőt, akiknek már a film élményeik sem annyira van füsttel átitatva, mint a mieink voltak. Éppen vannak olyan filmek, aminek nincs olyan filmkockája, hogy ne szállna rajta a cigarettafüst, és de ez kezd azért eltűnni, most sőt, igazából kifejezett elindult egy olyan a 90-es évek másik felében, ugye, hogy kifejezetten negatív konnotáció a cigaretta, és hogyha ez meg tudták volna, vagy talán egyszer megcsinálják mégis Új-Zéland, akkor kiderülhet, hogy lehet, hogy amúgy nem teljesen hülyeség, bár értem, amit mondasz, Robi, meg már az előbb úgymond egyet is értettem veled, de kiderülhet, hogy ebben a konkrét dologban, mint a dohányhoz való hozzájutás, ebben lehet, hogy egy jó megoldás lehet az, hogy az éppen felnővőket, akiknek még nem tud hiányozni, azoknak nehezítjük a hozzájutást, és akkor így egyszerűen kikopik a társadalomból. Voltak dolgok, amelyek régebben velünk voltak, és kikoptak. De kopjon ki a társadalomból, de ne azért, mert elvesznek egy jogot tőled, hogy használd. Tudod, mert akkor nem kikopik, akkor téged, tudod, kriminalizálnak a szenvedélyedben. A szenvedélyed nem, miatt, nem. És te ettől visszarettelsz. A kereskedelmét korlátozzák, és kriminalizálnak csak benne. Csak hogy mi van, ezt csak kérdeztem. Csak nincs szenvedélyed még ekkor. Nincs szenvedélyed, hiszen nem találtad. Ja, nem vesznek el tőled egy szenvedélyt. A jog eltűnik, de nem éltél vele, nem vágysz rá, nincs a szenvedélyed, nem okoztak neked igen, csak egy hiányérzetet. Jó, én értem. Nem csavartak ki a kezedből egy tényleg ott szorongatot. Nekem meg gyomorgörcsöm van ettől a paternalista államtól, amelyik úgy tekint rám, mint egy hülye gyerekre, akit meg kell védenie saját magától, meg kell védenie az ösztönényétől. Amelyik, tudod, a szülő, a jóságos szülő, amelyik azt mondja, hogy vigyázzál, kisfiam, inkább ne nyúlkálj a konnektorba, és tudod, ez egy olyan szülő, amelyik 70 évvel ezelőtt marhavagonokba gyűjtötte az embereket, és vitte őket a vesztőhelyekre. Meg lőtt tele meszes gödröket emberekkel. És ez a szülő most azt mondja, hogy jaj, kisfiam, hát nem akar, én úgy féltelek téged a cigarettától, fúj, az rosszat tesz neked, és így ráüt a kezedre. Tudod, gyomorgörcsön van tőle. Azt érzem, hogy nem vagyok hülye gyerek. Felnőtt ember vagyok, el tudom dönteni, még azt is el tudom dönteni adott körülmények között, hogy mibe akarok belehalni. Szabadjon. Azért érdekes ennek a példáján, hogy lett volna valami, amiről az én zsigeri megérzésem az, hogyha ezt elveszed az emberektől, akkor abba belebuksz. Tehát, hogy ebbe egy párt, egy politikus, egy ilyen döntésbe képzeld, itthon elsütnéd azt, hogy na jó, akkor a most születettek, azok már nem fognak tudni alkoholt vásárolni. És pláne, ha mondjuk azt mondanád, hogy aki most él, és van, holnaptól nem lehet alkoholt vásárolni. Na, ahhoz mit szólnál? A 9 óráig. Az is rendben lenne? Nem én szólnék mit hozzá, nekem minden. De nem ezen kéne, hogy múljon, hogy te szeretsz-e inni, vagy sem. Akkor is fájnia kéne, hogyha elvesznek tőled egy jogot, ha amúgy nem szeretsz jó, inni. De én ezen már évek óta gondolkodom, hogy most akkor vagy az van, hogy drogliberalizáció, de széles körben, és akkor legyen közte, amit nem lehet forgalmazni, mert annak a hatása a környezetedre való hatása, a testre való hatása, a függőségnek a mértéke és a valószínűsége az tudod, túl magas, de még ez is legyen dekriminalizálva. Az átlag embernek. Vagy pedig, ha ez nem történik meg, akkor viszont se cigi, se alkohol. Tehát akkor döntsük el, hogy ezeket nem szabad, és akkor először védjük, kéne, vagy akkor, akkor mindegy. Először azt kéne eldönteni, hogy az állam áll-e azon az erkölcsi színvonalon, hogy megítélje azt, hogy te hogyan éljél. Hogy az állam az egy ilyen különösebben jó ízlésű, de vagy egészséges, álljon, vagy egy ilyen magas erkölcsű. Összes többi embernek ilyen... az egészségügyi ellátása is múlik azon, hogy aha, hány ember van aha, abban az ellátásban,
választásban az egész szociális háló akkor nem az ő dolga. Tehát akkor köszi, nem kérek a szociális hálóból se, apa. De én már egy felnőtt ember világos, vagyok. De akkor szankcionálják már a gördeszkát is, legyenek szívesek. Nehogy már azt csak úgy liberalizálják és csak úgy árulják. Hát eltöri a kezét, nem, kitöri a lábát, és az én tb-mből. Csak ha elesik a jog, az eleséshez való jog az, na, erről, na, erről van szó, csak nem ha a dohányzás is, a dohányzás is ilyen. Csak ha letüdőzöm, csak hogyha bennem van a karcinogéngén, csak akkor okoz problémát valójában. Szabadjon már kipróbálnom. És akkor a drogliberalizáció mellé, az átlagem, oda tenném az olimpián a kötelező droghasználat, illetve a kötelező doping használatot. Ugye akkor... Erről beszélgettünk. Nem kötelező, csak nem kötelező. De csak liberalizálni. Miért? De most a... Tudod, próbáltam elmenni, Robi, igen, bocsánat. De tudod, ez a rettenetes, ez a szemlélet, tudod, a tilos és a kötelező társadalma. És akkor ezzel áll szemben a szabadjon társadalma. A tilos és a kötelező társadalma, ez Észak-Korea. Ez Észak-Korea egyébként szelleme. Egyébként Új-Zéland nem arról híres, hogy egy ilyen nagyon erős autoriter állam kormány. Pont, hogy elképesztő progresszív egyébként. Hát ez a világszellem. Az egész világszellem ebbe az irányba tart. Az egész világszellem ebbe a szankcionáló, illetve előíró irányba tart. Valahogy 68 szelleme, ami a szabadjon szelleme volt, valahogy kifutott, elveszett, elkallódott, kifordult önmagából, és most már tényleg arról van szó, hogy legyen tilos, vagy legyen kötelező. Jó, csak tudod, a 68 szellemnek a egyenessági folytatása, a salátaevés, az ásványvízivás, az egészséges életmód, vagy 25-30 év múlva, valahol mégiscsak, és azzal meg össze... Az ásványvízivás, az pont nem. Szerintem ez a 68 paródiája, 68 nagyon rossz paródiája. De érted, mire gondolok, hogy igazából szünet nélkül, nyilván döccenő nélkül eljutunk oda, hogy a volt hippik a Kaliforniában, ma már ugye milyen életmódot élnek, illetve azok az nekik megfelelő emberek, inkább így mondanám, és ott meg benne van az, hogy egészséges életmód, és akkor ott... Lucerna Bimbo élesztőpürével. Például. Igen, így lett az LSD-ből vegán, laktózmentes, koffeinmentes, cukormentes... Akkor gyakorlatilag egy papír? Igen. Kávé a Starbucks kávéban, tudod, ez lett az LSD-ből. Az LSD-vel beljebb voltunk, attól tartok. Azért emlékeztetnék, hogy Új-Zéland nem a fekete bárány, bár a bárány exportnak a 85%-a onnan érkezik a világ minden országába körülbelül. 1919-ben Új-Zéland volt az első, ahol a női szavazati jogot helyreállították, vagy felállították. Tehát, és egy csomó dologban különutasak és elsőként próbálkoznak. Én azt gondoltam, hogy ez is egy progresszív próbálkozás, és szerintem humánusan áll hozzá a kérdéshez. A Robinak ezt a jogelvi eszmefuttatás, ez teljesen érthető és egyetérthető. Ennek ellenére itt végre láthattuk volna, de nem láthattuk, mert a két kispárt az ingatlan piacnak a külföldi vásárlók előtti megnyitását azt ellenezte annyira, hogy ezt megtorpedózták, és ennek a bevételei lettek volna a forrása a dohányzással kapcsolatos intézkedésnek, úgyhogy így forrásvesztéssel viszont, hát azt meg már megígértük, hogy a gazdagok nem fognak annyit adózni, úgyhogy akkor a betegeknek a pénzéből fizetjük a gazdagoknak a kevesebb adóját.